Az adventi ünnepen kézművesek színesítették a vásárt. A város karácsonyfája körül sok ember összegyűlt. A felállított színpadon versekkel és énekekkel köszöntötték a megnyitót. A műsort a Tolnavár megyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium és a Tamási Móra Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő. Az ünnepről beszélt Kerényi Zsolt. Most már hagyományszerű, hogy tematikusan vannak összeállítva az adventi hétvégék. A szombat inkább a fiataloknak szól, könnyű zenei programok, és vasárnap maga a gyertyagyújtás. Amikor a gyertyagyújtás előtt a dombovári iskolák adnak műsort, általában két-két iskola. Az idei advent ugye különleges, mert nagyon rövid. A negyedik advent vasárnap az a Szenteste, a 24-e, tehát a lehető legrövidebb advent van idén. Ezért tulajdonképpen csak három adventi vasárnap, hiszen 24-en már mindenki a családjával tölti. De hát reméljük, hogy azért így is tartalmasak lesznek ezek a hétvégék. Az adventet mindenhol megünneplik. Ilyenkor a központi terek fénybe öltöznek, felállítják a hatalmas fenyőfát, feldíszítik, hogy karácsonyfa váljon belőle. Majd 4 héten át az adventi koszorún sorba minden vasárnap meggyújtják a gyertyákat. Most jöttem Balatonról, Köröshegyről, és fantasztikus volt a minden egyes falu, ami végigjöttünk, ünnepelt és gyűjtött az első adventi gyertyát. És ez egészen szívmelengető volt, hogy ennyire a szabad ezt mondani, hogy divatba jött ez a dolog, mert rettenetesen szép hagyomány, és nagyon örömteli, hogy ezt ennyien ápolják. A 4 hétig tartó ünnep a Szentestével végződik. Ma este az első gyertyára került sor, amit Pintér Szilárd polgármester, Kerényi Zsolt alpolgármester és Sipos Előd Zoltán református lelkész gyújtott meg.